Kisgyermekkorban azért még kiszolgáltatott vagyok, mert egyszerűen ugye ott vagyok a családi rendszerben, és nagyon sokszor lehet látni, hogy a családban ugye a gyerek az nagyon sokszor a működés zavarnak a tünete, tehát mindig jelez a gyerek, hogy ott valami gond van. A gyerek az nagy teher is tud lenni egy családban, és ha már teherként érkezik, akkor viszont ott nagyon nehéz gyerekkor és felnőttkor jön, nem? Ez a szüleink története, vagy ez már a mi történetünk? Nem csak a szüleinké, hanem a nagyszüleink és a dédszüleinké. Ha belegondolsz, akkor végül is a mi élettörténetünk már akkor megkezdődik, amikor nem csak amikor megfogantatás kapcsán, hanem amikor az édesanyánk meg az édesapánk szerelmesek lesznek egymásban. Aztán amikor a nagyszüleink szerelmesek lettek egymásban, meg a dédszüleink, ez is érdemes akár visszakeresni a szerelmi történeteket a családban, ki hogy találkozott, kit hogy vártak, kinek hogy választották ki a keresztnevét.